Sziasztok! Én Márton vagyok, és ebben a mai videóban itt vagyunk újra a WWE 2K22-s HCV-s Universe Mode-ban a véres november után. És ugye ez itt már az Underground 7. évadának a 10. epizódja. Igazság szerint. És akkor egyből kezdődjön hát, és kivel más érkezhetne a ringbe, mint a hát a véres novemberen Ron Corus elpusztító Maza Roland cement kíséretében. Hát nem tudom, hogy milyen cement és Roland kapcsolata, de hát az biztos, hogy cement befolyásolta Maza Rolandot. Az biztos. És hát majd, hogy nem leszkvassolta Ron Corbust, azért az egy picit túlzásra leszkvassolta, de hát azért percek alatt verte meg a salgótal jenni fene gyereket, a véres novemberen Maza Roland. És hát, de hát most ugye ez már nem a véres november, ez itt az Underground. Lássuk, hogy ki lesz Maza Roland ellenfele. Nem más, mint Skandinávia ígérete, a svéd szupermodell Måns Svedberg érkezik a ringbe. Svedberg a véres novemberen a hat emberes, tehát six man létrás mérkőzésnek az egyik tagja volt. De hát ugye nem sikerült neki megnyerni a Revolution övet, hiszen ugye az a létrás mérkőzés azért ment. Ellenben BT volt az, aki le tudta akasztani a szövet, és ezáltal újra valósan bajnokot avattunk a véres novemberen. Hát lássuk, hogy a véres november után Måns Svedbergnek hogy fog sikerülni ez az Underground nyitó mérkőzése gyakorlatilag. Ugye ők már mérkőztek meg korábban, de akkor lássuk ezt a mérkőzést. Az egy szép hárítás Mozától, és egyben jön a kombinációval. Majd a könyökös, Svedberg a sarokba esik. Ez megvan, folyamatos ütések Mozától, most pedig neki fut a kötének. Hatalmas ütés! Måns Svedberg fejére. Majd pedig ez a kicktörögát megvan, olyaj. Micsoda Facebuster variáns volt ez. De csak egyig jutott el Maza Roland. Tehát igen, ők egyébként már megmérkőztek egymás ellen, ahol ugye Svedberg jött ki jobban. És ezáltal ugye Svedberg került be abba a ladder mérkőzésbe a véres novemberre. Egyelőre adok-kapok a ringben, de most ez a könyökös ismételten megvan Mozától. Majd a térdes is. Tudja folytatni? Olyan ismételten ugyanolyan térdes, és ugyanolyan parán nézett ki. Egyikőjük sem a közönség szívének a csücske. Roland egyenlőre ugyanaz hozza, mint amit a Corvus elleni mérkőzésén. Ujjaj. Hoppá, de most Svedberg talán vissza tudna jönni. Szép eddig. De most, most azonban Maza az, aki visszajön, olyaj. Ó, hatalmas térdes Maza Rolandtól. Úristen. Behúzza középre most Maza Roland Svedberget. De itt még nem végzett. Mi lesz az? Ó, még egy hatalmas térdes térdvédő nélkül. Jézusom. Jézusom. Kettő. Három. A mérkőzés győztese itt tehát Maza Roland. Hát igazán rövid mérkőzésnek mondható ez is. Hát, Maza Roland gyakorlatilag nagyon megérte neki ez a megújulás. Hoppá, de most mit szeretne Maza? Ó, ne már! Ne már! Ugyanezt már láttuk a Corvus elleni mérkőzésén, hogy a mérkőzés után megtámadja, és bizony így is tesz, a ringbe visszalöki szerencsétlen Svedberget, és megvan ez a kombináció, majd
majd a földön is ütlegeli. Az a taposás is megvan, de még mindig nem fejezi be Moza. Jézusom! Már be lehetne már fejezni, a bíró tehetetlen. Hatalmas támadás Moza Rolandtól. Nos, akkor most érkezzen hát az újdonsült Revolution bajnok, BT. Ugye BT már korábban is volt Revolution bajnok, de most a Vieres novemberen ő volt ez, aki le tudta akasztani a létre tetején az övet. Ő lett. Ő már egy kétszeres Revolution bajnokká vált. Az újdonsült bajnok érkezik is a ringbe. A botrány hercege, BT a ringben. Ünnepelteti magát az újdonsült Revolution bajnok, majd azt mondja, üdvözli a közönséget, és igen, elmondja, hogy a véres novemberen visszaszerezte az övét gyakorlatilag. És most azt mondja, hogy nem adja olyan könnyedén, mint az előző regnálásán. De szeretne harcos bajnok is lenni, most pedig azt mondja. És hát ugye ez könnyedén azt mondhatja maga után, hogy elveszítheti az övét. De ő, de BT vállalja a következményeket. Azt mondja. Mert hogy nem hiába szerezte vissza. És nem hiába fog ragaszkodni hozzá roppant keményen. Szép szavak ezek BT-től, de hoppá! Az ember, aki az első Revolution bajnoki önregnálásának véget vetett, Iván Kazakov érkezik a ringbe. Kazakov szintén benne volt abban a hatemberes létás mérkőzésben, de hát nem neki sikerült megnyernie a Revolution nevet, hanem BT-nek. Lássuk, hogy a szibíriai agresszor mi fog ehhez szólni, vagy mi szeretne ehhez szólni. Iván Kazakov érkezik is a ringbe. Ugye ez egy alternatív univerzum, tehát ezért van az, hogy mások a bajnokok, mások a sztorik, mint ugye a valóságban lévő HCV-hez képest. De lássuk, hogy Kazakov mit mond, azt fogja mondani, hogy mert nem akarta végignézni, hogy BT mindenkinek a szemébe hazudik. És igen, Kazakov emlékezteti BT-t, hogy amikor az első regnálása volt, akkor Kazakov vette le róla az övet. Most pedig azt mondja Kazakov, hogy ugye hónapok óta halmozza a győzelmeket, de semmilyen övre nem kapott esélyt. BTR azt mondja, hogy Kazakov is benne volt ebbe a létrás meccsbe, és hát ugye ott lett volna Kazakov esélye, csak nem tudott vele élni. Iván Kazakov nem tudott élni az a lehetőséggel BT szerint. Kazakov erre azt mondja, hogy BT-nek volt vagy három lehetősége Hős Antal Revolution regnálás alatt ugyebár, és ugye neki csak egy volt. Úgyhogy és Kazakov most már követeli is a Revolution öv meccset. BT erre pedig megadja Kazakovnak a lehetőséget, és a következő undergroundra főmérkőzésben a Revolution övért BT kontra Iván Kazakov. A következő underground főmérkőzésében a Revolution övért BT elhagyja a ringet. A BT az utolsó szó. És hát akkor ők ketten meg fognak mérkőzni a következő underground főmeccsében. Egyébként, ha tetszik és biztosan akarsz értesülni a tartalmakról, akkor iratkozz fel, illetve gyere fel a Discord szerverünkre, és ott tudsz csetelni akár a Birkóról, vagy bármi máshol is, és a közösség tagja lehetsz. Valamint részt vehetsz szavazásokon, és a kérdéseidet felteheted a kérdések chat szobában, amiket én aztán egy Q&A videó keretein belül meg fogok válaszolni. Link a videó leírásában.
Nos hát akkor folytatódjon mai Underground egy tag team mérkőzésre, melynek első részvevői Benji és RP Tyson. Az egyik legfrissebb csapat itt ebben az univerzumban. Benji és RP érkezik is a ringbe. Ugye ez egy non-title mérkőzés lesz, hiszen Benji és RP ellenfelei nem lesznek más, mint a Budapest Bastards, akik a véres novemberrel megvédték a címeiket, HCV Tag Team öveiket megvédték. De ugye ez most nem egy övmes lesz, kettőjük között, vagy a két páros között. Tehát, hogyha Benji és RP megnyerné ezt a mérkőzést, akkor attól még az övek ugyanúgy a Budapest Bastards nál maradnának. De hát ugye akkor most itt érkezik is Renegér és Nitro, Turger Dávid Renegér és Szabó Tamás Nitro, a Budapest Bastards. Kik ugye a véres novemberen meg tudták ismételten verni a Gulyás testvéreket, és így megtartották az öveiket. Lássuk, hogy most Benji és RP Tyson csapata ellen mit tudnak kezdeni. Renegéd és RP kezd. RP ott van az ütésed, ezt Renegéd kontrázza, és most hatalmas kombináció Turger Dávidtól, de most RP talán visszajöhet. RP-től is egy nagyon szép kombináció, de most Renegéd az hárítja, és mi pedig be a saját sarkukba. Kettő darab jabet oda tett Renegér, és jön be Szabó Tamás Nitro. Meg volt ugye a váltás, RP a sarokban, Nitro is oda küldött egy jabet, majd pedig könyökösökkel bombázza RP Tysont, ugye ebből hárma szokott tenni, megvan a harmadik. Tus helyzet, de csak egyig jutott el, Benji jött volna megtörni a tust, de nem kellett, mert RP ki tudott belőle rúgni. Közben most RP ismételten visszajöhet. Hoppá, micsoda dropkick Tysontól. Majd pedig vippeli Szabó Tamás Nitrot a sarkukba, de nincsen meg a váltás, nem tud váltani. Hiszen egy back elbow-val vagy egy elbow-uppal jön vissza Nitro, de most RP ismételten beküldi a sarokba. És most már jön Benji, a kambodzsai kalapács, és az bizony oda teszi. Ójjaj, és mi lesz abból? Nem tudjuk meg Nitrótól a kontra. Majd Nitrótól a neckbreaker. És most pedig a térdes. Most Nitro mire készül, a karra mért taposások. Nem túl kellemes. Majd Nitro térdével érkezik meg Benji orszájára. De most Benji talán visszajöhetne, visszaadhatná Nitrónak azt, amit eddig kapott, de ez nem jön neki össze. Most ezzel a forearm-mal földre is lett véve, vagy víve Benji. Majd pedig ugye tapasásokkal díjazta Szabó Tamás Nitro Benjit. Most pedig megragadja. Áó! Beviszi a sarkukba. De nem! Benji nem hagyja magát. De ezt Nitro ismét hárítja. Ó, majd az megvan. Ujjjjjjjj! Olympic Slam! Megvan Nitrótól. Kettő nem! Nincs meg. Még mindig nincsen meg. Ójjaj, hát akkor az Indie Killerre fog menni Nitro, és bizony arra is megy, bent van az Indie Killer. Itt a vége. És bizony RP nem ért ide időben, Benji nem pedig esélyesen volt a kirúgásra. A Budapest Bastards percek alatt meg tudta verni Benjit és RP Tysont.
a Tag Team bajnokok demonstrálták, hogy miért is ők a Tag Team divízió csúcsai jelenleg itt ebben az univerzumban. Renegade és Nitro győzelmet aratott ezen az Undergroundon. De hát ugye ez nem a Tag Team övekért zajlott ez a mérkőzés, de hát hogyha el is vesztették volna, akkor sem lett volna öv a váltás. De hát így, a Budapest Best törzék a győztesek ezen a mérkőzésen. Itt pedig már Rufus Goldfield-et láthatjuk, aki éppen azt mondta, hogy ő az igazi férfi, és hát ő a legdíjcsöbb táska tulajdonos, és azt mondja, hogy már csak idő kérdés, hogy mikor váltja be azt a táskát, mert ugye eddig csak hagyta a többieket érvényesülni. Amint beváltja Rufus a táskát, azon nyomban ő lesz a bajnok örökre, de azt mondja, hogy még nem tudja, hogy a Revolution vagy a HCV övre fogja beváltani az etalon. Csak azt tudja, hogy ő, hogy mindannyiunk felett áll, mert ő az igazi férfi, ki az összes ellenfelét rommá verte, mondja ezt Rufus Goldfield. Nos hát ezután az üzenet után jöjjön a főmérkőzésünk, melyben az újdonsült HCV bajnok érkezik a ringbe, a nagyúr, a Szahar alfája, Zafar Amin, kinek ellenfele nem lesz más, mint a görög pusztító Yorgos Kolonidis, de hoppá, ott kiérkezik, csak nem, dehogy nem, hát persze, hogy Yorgos érkezik, egyből hátba támadta a bevonulása közben Zafar Amint, Yorgos Kolonidis. Uramisten! Yorgos most felveszi a HCV övet, ojaj, és lesújt vele az újdonsült bajnokra. Úristen, majd pedig, megnézheti vele a lépcsőt, Yorgos Kolonidis. Ajaj, most mi lesz az? Mi lesz abból? Beküldi a ringbe. El is indul a mérkőzés. Ojaj, áó. Yorgos helyben elkezdi agyabugyálni a nagyúrt. Áó, hatalmas clothesline. Egyébként még annyit elmondanék a Vélesztőmember kapcsolatban, hogy ugye Zafar úgy nyerte meg az övet egy Last Man Standing mérkőzésben László Árpád ellen, hogy ugye úgy nézett ki, mintha kalapácsot akarná használni, de aztán inkább letette és inkább beadta a Sahara Drivert, és az már elég volt a 10 számolásig, azonban ez Yorgosszól csak egyik volt elég. Nem tudni, hogy miért gondolta ott meg magát a nagyon, hogy akkor inkább nem a kalapácsot használja, hanem Sahara Driverre megy. Eközben Yorgos ismételten visszavette az irányítást, de most Zafar küzd Zafar. Hatalmas kick törög át Yorgostól, majd a clothesline is megvan. És most a földön csípeli a HCV bajnokát. Yorgos ünnepelteti magát. Majd pedig vippeli be a sarokba. Onnan kizuhan a nagyúr. Már borzasztóan fájhat neki a háta. Nem csodálom, de most Yorgos mire kizuhan. Óriási térdes! Yorgostól. De csak egyig jutott el. Nem, most akkor megint? Így van megint. De nem. Egyszerűen ennél folyamatosan kirúg Zafar Amin. Majd pedig most tápászkodna föl. De cserébe egy hatalmas térdes. Ha jól látom, a nagyúr vérzik. Zahara alfája vérzik, ha jól látom. És most Yorgos. Hatalmas szuplex. Ó, ne!
Itt kapja fel a vállaira Jorgos. Ó, hatalmas térdes, térdvédő nélkül ráadásul. Wow. Azt egyébként elfelejtettem mondani, hogy ez nem a HCV övér zajló mérkőzés, tehát ha Zafar el is veszi ezt a mérkőzést, akkor nem fogja elveszíteni az övet. De attól függetlenül egy eléggé rossz regnálás kezdett lenne, ha egyből az első mérkőzést elveszíteni a nagyúr. És hát erre komoly esély van, mert most Jorgos pakolja fel a felső kötérre. Ojaj, mászik is utána, ez egyet jelenthet. Ó, kitartja. Superplex, meg lesz-e? Nem, a nagyúr lejött. Ó, és az megvan. Megvan, Jorgos találkozik a sarokpárnával, és most Zafártól ben van az időhurok. Bent van az időhurok, és egyből készül a Sahara Driverre. Zafar Aminnak meg lehet a bajnoknak. Ojaj, megvan a Sahara Driver, tussa meg Zafar Amin. 2-3, a mérkőzés győztese Zafar Amin. Hát a HCV bajnoka, az újdonsült HCV bajnoka visszajött valahogyan a mérkőzésbe, pedig nagyon nagy verést kapott a mérkőzés során, de végül vissza tudott jönni, már vérzett a feje is, főleg ezután a térdes után Jorgosztól, de végül meg lehet neki az időhurok, majd pedig a Sahara Driver is. És hát így a legújabb HCV bajnok demonstrált, hiába ez a mérkőzés nem az övért ment, de ez egy hatalmas győzelem Zafar Amin számára. Köszi srácok, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel, valamint gyertek fel a Discord szerveremről, és akkor biztosan nem maradtok le az ehhez hasonló tartalmakról, valamint részt vettek szavazásokon is. Továbbá feltettitek a kérdéseiteket a kérdések csatszobában, amiket pedig én aztán egy Q&A videó keretein belül fogom nektek megválaszolni. Még egyszer köszönöm szépen ezt a megtisztelő figyelmet, sziasztok! Hello!